Sziasztok lányok és fiúk, a mai alkalommal haladunk tovább. Tehát azt mondom, hogy visszajövök ide a szervletünkhöz, és kezdjük azzal, hogy definiáljuk, hogy mi történjen akkor, hogyha nem volt sikeres az autentikáció. Tehát írjunk egy olyan metódust, ami akkor hívódik meg, amikor sikertelen volt a hitelesítés. Private Void, legyen a neve az, hogy No Access, és fogadja majd ő létszi a HTTP szervlet responsunkat, hiszen neki azt kell csak módosítania, tehát megkapja ezt az objektumot, és annyit módosítson rajta, hogy figyelj, az objektumnak elmondjuk, beállítjuk a send error segítségével, így tudunk visszaküldeni benne hibát, hogy ez az autentikáció nem volt sikeres. A hibakód, amire ugye szükségünk van, az most a 401-es. Beállítom, hogy 401. Nagyszerű. Hogyan vizsgáljuk meg azt, hogy az érkező requestünk tartalmazza-e a basic authenticationhez szükséges enkódolt hosszú stringünket. Először is, amit enkódolsz, megmutatom, ráváltok, hogy Basic Authentication, és legyen az a felhasználói név, hogy admin, ajánlszó pedig password, most bejelölöm, hogy mutassa a passwordet, és update-elem a requestünket. És figyelj csak, már most betette a headershöz, tehát a küldeni kívánt objektumhoz, az enkódolt változatát, ezért is segítség ez a postman, mert vizuálisan láthatod a folyamatot, most még nem küldtük el a lekérdezést, most még csak előkészülünk rá, hogy a következőhöz már küldünk egy autentikálást. És ezt úgy fogja megismerni, hogy authorization, vagyis authorization néven fogja hívni, ez az ő kulcsa, és az értékének pedig látod betette azt, hogy basic, nagy B-vel, space, és az enkódolt értékünket. Tehát, amikor mi kivesszük a túloldalon ezt az autentikációt, akkor ezen a néven kell, hogy keresse a szerver az alábbi értéket. Mindig basic-kel fog kezdődni. Rendben? A Postman szépen itt legenerálta nekünk az adott felhasználónévből és jelszóból, és itt az update-tel tudod lefrissíteni, és újra beteszi nekünk az authorization kódunkat. De ahogy mondtam, ha ezt én most megfogom, kimásolom, és cseles módon ide beillesztem és dekódolom, akkor nézd csak, megkapom az admint és a passwordot. Tehát visszafejthető. Ezért fontos a HTTPS, amit említettem korábban. Oké, térjünk vissza a Postmanhez. Tehát ezen az oldalon ki kell szednünk először is azt az objektumot, aminek a neve vagy a key-je, mint kulcsa, az authorization. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Azt mondom, hogy meghívom azt a függvényünket, hogy check auth. És átadom neki a requestünket. De várjunk csak, hát nincs is ilyen függvényünk, úgyhogy létre kell hoznunk egyet. Ide jövök, azt mondom, hogy private, boolean, mert csak azt kell tudnunk, hogy sikeres volt-e vagy nem. Tehát ő csak azt fogja visszaadni, hogy true, hogyha autentikálta sikeresen a felhasználót, vagy false, hogyha nem. Private, boolean, és mi volt a neve? Checkoff. Most ezen a néven hozzuk létre, fogadni fog ő egy HTTP servlet requestet, request néven, és visszareturnölünk valamit. De mit? Na! Most jön a móka. Ugyanis ki kell szednünk először is ebből a requestből a headerében tárolt authorization kulcsú objektumot. Ez egy stringet fog visszaadni, oké? Ő ezt fogja visszaadni. Ezen a néven szólítjuk, de ez az értéke. Tehát ő egy string, ahogy látod, tehát stringben fogjuk őt eltárolni. String, legyen a neve auth value, egyenlő request pont get header, mert a headerben található az információ, és mi a kulcs neve. Nagyon egyszerű. Oké, tehát ebben semmi bonyolult nincs. Authorization néven szólítjuk meg, visszaadja nekünk ezt az értéket, mert ezen a néven szólítottuk meg, és elmentjük ebbe a stringbe. Na most, hogyha nem találunk ilyet, akkor ez az auth value, ez null lesz, ugye, null értékű. Tehát rögtön kiemelem, hogyha az auth value egyenlő nullal, tehát nem állítottak be ilyet, mert Gyula nem tudta, hogy a szerverhez kell autentikálnia magát, akkor nagyon sajnáljuk a dolgot, de false-t fogunk visszaküldeni. Return false. Máskülönben viszont tudjuk, hogy találtunk valamit. Na de, hogy az jó-e vagy nem, az még mindig el kell, hogy legyen döntve. Felhasználó név és a jelszó az stimmele. Ezért most fogalmazzuk itt meg felül, csak a próba kedvéért, mert most nem használunk JDBC-t. String username egyenlő legyen adminnal, ezt keressük, password pedig legyen egyenlő passworddel. Ez lehetne admin username vagy admin password, tök mindegy. Tételezzük fel, hogy ezt kivettük az adatbázisból egy SQL lekérdezéssel még az initben. Most nem vettük ugye ki, de akár ki is vehettük volna. Azt bárhogy megoldhatjuk ugye, hogy szerezzük meg ezt a két értéket, amit
keresünk. Tehát, ha van tartalma az objektumunknak, akkor mi az első, amit megnézünk, hogy basic-kel kezdődik-e. Mert ha nem basic-kel kezdődik, akkor ez valami kamu adat. Vagy valami teljesen más eljárással próbálnak meg autentikálni, nem basic authentication-nel. Nekünk viszont arra van ugye szükségünk, úgyhogy megvizsgáljuk. Ha ez az auth value átalakítva uppercase-re, tehát csupa nagybetűre, ezt átalakítottuk, és hogyha ő, és most megmutatom nektek, azt hiszem, hogy már tanultuk, a starts with stringeken meghívható, ő azt vizsgálja, hogy egy adott karakter sorozattal kezdődik-e ez az értékünk, illetve ennek az értékünknek a csupa nagy karakterek kialakított változata ebben az esetben, és átadunk neki valamit, amit leellenőriz. Mi azt ellenőrizzük, hogy azzal kezdődik, hogy basic és egy space, mert ez a formai követelmény. Látod. Ha ezzel kezdődik, király, akkor biztos, hogy Basic Authentication-nel próbálja meg autentikálni magát a felhasználó. Ha nem, és most leginkább erre vagyunk kíváncsiak, tehát negálni fogom, egy felkiáltó jelet fogok ideírni, tehát ez pont az ellenkezőjévé teszi, ez azt mondja, hogy bármi is az érték, alakíts nagybetűkké a tartalmát, és nézd meg, hogy ezzel kezdődik-e. Ha nem, akkor megint csak visszareturnölünk neki egy false-t. Ne is fusson le tovább a metódusunk, mert csak erőforrás pazarlás lenne. Ellenkező esetben viszont már biztosak lehetünk benne, hogy megtaláltuk az objektumot ezzel a kulccsal, nem üres, van tartalma, és a tartalma azzal kezdődik, hogy basic, nagyszerű, pontosan erre van szükségünk. Na most, hogyan fogjuk ezt visszakódolni olvasható formátumba? Először is meg kell szabadulnunk az első 6 karaktertől, az minket mostantól fogva nem érdekel. Ez csak azt jelezte, hogy Basic Authentication-nel fogom magamat igazolni. És az, amit ellenőriznünk kell, az itt van, ezt kéne visszaalakítanom ugye felhasználónévre és jelszóra. Tök jó, hogy ez a honlap meg tudta ezt nekünk csinálni, de a Java kódon belül hogy csináljuk ezt meg? Nagyon egyszerű, megmutatom. Ahogyan mindig, most is egy külső segítséget fogunk használni, hiszen már előre elkészítették nekünk az enkódoláshoz és a dekódoláshoz szükséges eszközt, tehát létrehozok egy új stringet, ő lesz a user pass, úgy fogom hívni, ő lesz a már kiolvasható érték, őt akarjuk elérni ebből, pontosabban jelenleg még ebből, de erre nem kéne, hogy szükség legyen, ugye? Tehát azt mondom, hogy ő egyenlő lesz egy új stringgel. Beszéltük, hogy mi a különbség ugye a string definiálások között a Java alapok kurzuson, úgyhogy ezt most nem mondom el, csak létrehozok egy új stringet, és átadnám neki én ezt az értéket. De hogyha csak átadom neki ezt az értéket, akkor nem fog változni a tartalma. Ezért dekódolom. Ehhez az úgynevezett base64.getDecoder nevű függvényünket fogom meghívni, és azt mondom neki, hogy decode, tudom ez most bonyolultnak tűnik, de nem sűrűn fogsz valószínűleg csinálni ilyen kézzel megért basic authentication-t, ha meg igen, akkor ez a módja, tök mindegy, hogy tetszik-e vagy nem, sorry, és ennek adjuk át, ennek a decode-nak azt az értéket, amit vissza akarunk decode-oltatni. De várjatok, emlékeztek? Ebben még van 6 felesleges karakter. Na most, a kezdő programozó azt valószínűleg azt csinálná, hogy létrehozna még egy stringet, és abba már eltárolná ezt az értéket, ezt az auth value-t, annyi különbséggel, hogy ebbe már nem lenne benne az első 6 karakter. De mi nem ezt fogjuk csinálni, mi itt belül egyből azt mondjuk, hogy vegye ki belőle az első 6 karaktert, léci, tehát még itt belül, a zárójelen belül azt mondom, hogy ezt még előtte alakítsd át substringgel, de ezt már tanultuk. A substring megmetszi gyakorlatilag a stringünket, hogy valamelyik karaktertől valamelyik karakterig levágja, ugye egyszerűen. És hogyha azt a paramétert adod át neki, hogy 6, az azt jelenti, hogy az első 6 karaktert vágd le. Levágta az első 6 karaktert, mostantól már nincs ott a basic, meg a space, ezt adja át a dekódolásnak, így már valóban dekódolni tudja a basic nélküli részt, ami ezt fogja eredményezni. Tehát mostantól fogva kódunkba, a user pass-ben, hogyha jót adtak meg, ez lesz eltárolva. Ha nem jót adtak meg, ha valami kamu adatot, például Gyula és a password meg Gizi néni, akkor a user pass már ezt fogja tárolni. Tehát mi a következő feladatunk, most már biztosan tudod, el kell választanunk ezt két külön szóvá, a kettős pont jelzi nekünk, hogy hol a határa kettő között, és meg kell néznünk, hogy az admin, mint felhasználói név, azt el lehet-e fogadni, és a password, mint jelszót, azt el lehet-e fogadni. Innentől ez már ugye egy egyszerű Java feladat. Először is megállapítom, hogy hányadik karaktere a kettős pont ennek a stringnek. Tehát eltárolom, counter néven mondjuk, azt mondom, hogy a user passnek az index of nevű függvénye segítségével kérem, hogy vizsgáld meg, hogy a kettős pont hányadik indexű karaktere.
És akkor azt mondom, hogy a vizsgált, vagyis az observed username, ami nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy jót adott meg a felhasználó, de az a user testnek egy módosított alakja, megint csak substringelünk, ki akarjuk nyesni ebből a stringből ezt. Tanultuk a substringet, úgyhogy érthető lesz, hogy nullát adok át paraméternek, és a countert. Azért elmondom a biztonság kedvéért, hogy ez azt jelenti, hogy a nulladik karaktertől indulj, tehát innen kezd el a nyesést, és állj meg annál az indexnél, amit átadok neked. És ugye ő ezt az indexet mondja, hogy hol található a kettős pont. Tehát ő elkezdi vágni ezt, és a kettős pontnál, mert megmértük, hogy az az index az, megáll. És így tényleg csak az lesz benne ebbe a stringbe, hogy admin, hogyha azt adták át. Hasonló módon vesszük ki a megfigyelt jelszavunkat, csak itt ugye másik részét akarjuk metszeni, kivágni belőle, tehát azt mondjuk, hogy a counter plusz egyedik elemtől létszi, mert hogyha ezt adnám át, akkor még benne lenne a kettős pont, mert az első, amit átadsz neki, azt még beleszámolja, és az utolsót, amit átadsz index helyett, azt már nem teszi bele. Counter plusz egyediktől indulj, kettős pont utántól, és nem mondom meg, hogy mi legyen a vége, ahogy itt se adtam meg, itt is csak egy számot adtam át, és így a végéig bele fogja nekem tenni. Gyerekek, erre a pontra kivettük a requestből az objektumunkat, ugye megszólítottuk, megvizsgáltuk, hogy van-e benne érték, megnéztük, hogy basic-kel kezdődik-e, basic és space-el, és ha igen, akkor egyszerűen visszadekódoljuk az előbb tanult módon. Most jön a lényeg, az utolsó fázis. Ha az observed name egyezik a mondjuk a adatbázisból kiszedett a felhasználói névvel, ez már ugye nem okoz nektek problémát kiszedni egy ilyen információt, az admin felhasználói nevet az adatbázisból, és hogyha a megfigyelt password egyezik a passworddel, akkor returnöljünk vissza true-t, léci. Minden más esetben pedig visszareturnölünk egy false-t. Hát nagyjából ennyi, gyerekek, a dolog csinya-binya, nyilván ez vissza fog adni nekünk egy választ. Hogyha a postmanben vagy bármilyen másik kliensben, a böngészőben azzal autentikáltattuk magunkat, hogy admin és password, akkor ez igazat fog visszaadni, ez a függvényünk, más esetben pedig false. Tehát semmi más dolgunk nincs, mint hogy eltároljuk, hogy success, mint sikeresség, és hogyha a success az false, akkor nem sikeres. Na most ennek az ismeretével mondhatjuk már azt, hogy ha success, nem is mondom azt, hogy egyenlő-egyenlő true-val, mert ugye így is meg lehet vizsgálni, akkor minden, amit itt beállítottunk korábban, az mehet. Minden más esetben, hogyha nem volt sikeres, meg kell hívjuk a no access metódusunkat, mert azon az objektumon, a response objektumon, amit most át is adok neki, meg kell változtatni a kimenő értékeket, tehát egy errort kell beállítani, és ebben az esetben nyilván ez nem is fut le. Tehát ezek az információk nem lesznek benne a szerver válaszában. Oké? Tehát leállítom a Tomcat szerverünket, és még mielőtt bármit csinálnék, észreveszem, hogy ez egy külső segítség, tehát valószínűleg ezt importálnom kell valahonnan. Elmondom nektek, de ezt, hogyha NetBeansből csináljátok majd, akkor nyilván ő is ki fogja nektek jelezni, és automatikusan be tudja nektek importálni. Én most beírom, hogy import java.util.base 64. Így tudjátok manuálisan beimportálni. Oké, elmentem, leállítottam a Tomcat szervert, és a tanult módon, ops, elírtam a substringet. Még egy dolog, amit elfelejtettem, jó is, hogy eszembe jutott, ha beállítasz a response-ra egy errort, akkor azt try és catch ág közé kell megtenned. Oké. Lefordult a kódunk, elindítom a szerverünket, és lefrissítem az oldalt. Mit kapunk? Egyből 401-es hibát. Na vajon miért van ez? Költői a kérdés. Tehát nem tudjuk a böngészőből csak úgy megjeleníteni a válaszunkat, hanem azt a választ kapjuk, hogy nem vagyunk rá jogosultak. Míg hogyha a postmanben megpróbáljuk ugyanezt tenni, autentikáció nélkül, figyelj, hogy a headerből ki kell törölnöd ezt a kulcs értékpárt, és az authorization fülön is állítsd át no auth-ra, és így próbáld meg elküldeni, ugyanazt a HTML választ kapod, amit itt látsz. 401-es hiba. Míg hogyha beállítok egy basic authentication-t, a postman okosan megjegyezte a felhasználói nevet és a jelszót, és hogyha update-elem a requestet, tehát hozzácsatolja nekünk a headerhöz ezt az információt, az enkódolt értékekkel, és így küldöm el, akkor láss csodát, visszakapjuk pontosan ugyanazt a választ, amire szükségünk volt. Hogyha itt azt mondom, hogy admin 2, és update-elem a requestünket, akkor megváltozott ez az értékünk, elküldöm,
és megint csak 401-es hibát kapunk, tehát akár a felhasználói név, akár a jelszó különbözik, már nem fogja elfogadni. Ez a részlet talán az eddigi leghosszabb a Java tanfolyamból, viszont nem akartam szétvágni, egyszerűen azért, mert azt akartam, hogy ez egybe így menjen le, és értsétek meg. A config fájlból kiszedtünk egy usert és egy passwordot, szeretném, hogyha átírnátok ezt a kódot úgy, hogy ezzel hasonlítsa össze. Egyszerűen ki kell vezetni ezeket a property-ket, a property-ből kiszedett adatokat egy osztályváltozóba, hogy ez ne lokális változó legyen, és hogyha ezt megteszitek, ugye az init mindig mindennél előbb fut le, előbb, mint hogy egy lekérdezés érkezzen a szerverhez, akkor már tudjátok vele összehasonlítani. És ez tök jó, mert ha újraindítjátok a szervleteteket, illetve az egész Tomcat-et akár, akkor ti a konfigurációs fájlban képesek lesztek meghatározni, hogy mik azok a credential-ök, vagyis mik azok a hitelesítési adatok, amiket vártok, amiket elfogadtok, és akkor adtok ki bizonyos információkat, ami lehet ugye HTML, lehet egy fájl, tehát le tudod védeni konkrétan a családi fotódat is, hogyha arról van szó, és csak a megfelelő felhasználó névvel és jelszóval tudod elfogadni. Azt hiszem, mindent elmondtam, amit most eddigre tudnotok kell, gyakoroljatok, csináljátok meg, amit mondtam, és a következő alkalommal összefoglalunk, hogy most már tényleg a sokat emlegetett keretrendszerek jöhessenek. Remélem, hogy minden tiszta és élveztétek ezt a részt. Nem sokára pedig egy újabb, különleges résszel fogok előrukkolni az örömötökre. Tartsatok ki, tartsatok velem. Sziasztok!